Murci Fesztivál. Finom borok és falatok várták az érdeklődőket a hétvégén Kishegyen. Fuss neki, negyedszer rajtol el a Balatonlellei Futófesztivál. Gördeszkával a Balaton körül 4 nap alatt kerülte meg a Magyar Tengert Horváth Renátó zenei producer. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Kiváló borokkal és finom falatokkal várták a vendégeket szombaton a Balatonlellei Kishegyen. A vírus helyzethez igazodva az idei Murci Fesztivált kicsit átszabták. A nyitott pincék napja is sikert aratott, hiszen rengetegen látogatták meg az éttermeket és a pincészeteket. Bográcsban készült babgulyással és zalai szilvalekváros kukoricaprószával várták a vendégeket a kishegyi kiscsárdában. A családi vállalkozásként működő étterem tulajdonosa azt mondja, egyre többen fedezik fel a Balatonlellei Kishegyet. Én vagyok itt majdnem a legrégebben, tehát én már majdnem 30 éve itt működök, és egyre többen jönnek szerencsére, egyre többen jönnek kirándulni, egyre több étterem lesz, egyre több borászat, és minél több hely, annál több ember. Most megújult a parkerdőnk is, és a felvezető út, szerintem még többen jönnek. Egyre több rendezvény van, futóversenytől kezdve, túrák, egyebek. És valóban, a Kishegy népszerűségét mutatja, hogy a nyitott pince rendezvény kezdete után pár perccel már meg is érkeztek az első vendégek. A kaposvári Török István feleségével és barátaival ezúttal Balatonlelléről érkezett, hogy végigjárva a pincéket, megkóstolják a hegy legkiválóbb nedvét. Nekünk ez egy tradíció, évek óta járunk ide a Kishegyi. Hát jelen pillanatban, hogy nyitott pincék alkalmából. Murci Fesztiválon és a kishegyi kortyok és falatokon is megfordultak már. Mindegyiken meg szoktunk jelenni a baráti társasággal. És mi a tapasztalat egyébként, akár a borok tekintetében, illetve hát nyilván, hogyha régóta járnak ide, akkor látják itt a fejlődést, ami végbe ment az elmúlt években. Igen, hát mondhatnám azt, hogy baráti kapcsolatok fűződnek több pincéhez, ahova többször visszajárunk. Igen, minden nagyon rendben van. Van esetleg kedvenc bor vagy ital? Hát erre nagyon nehezen válaszolok, mert nem vagyok egy igazán borivó ember, de igen, a rizlingeket szeretem. Kiváló borokban pedig ezúttal sem volt hiány a Balatonlellei Kishegyen. A Huyber pincészet is a teljes kínálatával érkezett a nyitott pincék Murci egy kicsit másképp rendezvényére. Hoztunk egy új rozét, ami 2020-as évjáratú portugízer rozé, amit a héten palackoztunk, ami már itt megkóstolható. Ezen kívül aszaltszívás forrátborunk van, a teljes pálinka, repertoárunk és a pezsgőink. És mellette a csendes boraink ugyanúgy, ami kapható a pincészetünknél. És gondolom Murcival is készültetek. Így van, hoztunk Murcit. Egy Merlot Murcit hoztunk, ami körülbelül az erjedés közepénél tart, tehát egy 5-6% alkohol már van benne. Bár nagyszabású fesztivált idén nem lehetett tartani a Balatonlellei Kishegyen, de a helyi és környékbeli borászok és vendéglátósok fontosnak tartották, hogy megmutassák magukat. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy igény van az ilyen rendezvényekre, hiszen a nyitott pincék napjára is rengetegen ellátogattak. Elkezdtük a munkát, és bár a körülmények alakulása nehéz helyzeteket teremtett számunkra az elmúlt egy évben, tiszta kézzel és határozottan vezetjük Siófokot. Így tekintett vissza az elmúlt egy év város vezetésére Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, aki közösségi oldalán posztolta ezt. A siófoki Fidesz csoportja azonban ennél többet várt volna olvasható közleményükben. Mint írják, az új testület alakuló ülésén Lengyel Róbert azonnal magához ragadta a hatalmat, és minden jelentősebb jogkört magához vett. A 2020. évi költségvetés elfogadásának vesztesei egyértelműen a siófoki civil szervezetek és a sportegyesületek lettek. Hozzáteszik, a korábban elnyert toppos beruházások is csak vergődnek és sorra kerülnek ki a beruházások az elfogadott költségvetésből. Jelenleg a COVID-járványra hivatkozva nem történik semmi érdemi előrelépés Siófokon, de érdekes módon a vírus ellenére a térség és a Balaton többi települései fejlődnek, olvasható a siófoki Fidesz csoport közleményében. Mint írják, Siófok szerintük ennél többet érdemel. A korábban elnyert pályázati forrásokból több mint 700 millió forint pályázati pénz ott volt a sorok között. Ennek a gyakorlati megvalósításából azonban Siófok semmit nem tapasztalhatott.
teljesen érthetetlen módon országos politikával foglalkozik, a helyiek érdekét nem veszi figyelembe annyira. A Fidesz kormány ellen uszítja a Facebook olvasóit, és mindenért a kormányt teszi felelőssé, mindig másra mutogat. A Siófok polgármestere inkább rendőrkapitánynak képzeli magát, és nyomozással tölti az idejét. Ezzel egyébként nem is lenne bajunk, de közben legalább ennyi időt a városfejlesztéssel is kellene foglalkoznia. Siófok több mint 50 milliárd forint támogatást nyert el, de ezek nagy része nem az önkormányzatnak köszönhető. Hétfőtől digitális munkarend szerint tanulnak a siófoki Matthiasz János technikum és gimnázium tanulói. Az egyik pedagógus koronavírus tesztje pozitív lett. A szakképzési centrum operatív munkacsoportja a diákok és a tanárok biztonsága miatt döntött így. Az intézmény zárva tart, a gyerekek otthon tanulnak. November 2-ától áll vissza a tantermi oktatás. Fertőtlenítették a Barcsi Szociális Központot. A Magyar Honvédség vegyi védelmi csapata a fertőzött részlegen, majd az épület többi részén dolgozott. Kós Csaba polgármester szerint a dolgozók között 13 fertőzött van, 81 negatív, és egy főnek nem jött még meg a teszteredménye. Úgy néz ki, hogy nem terjed tovább a vírus. A bentlakók között is változatlan a megbetegedések aránya, 32 a pozitív és 4 a negatív tesztek száma. 47.768-ra emelkedett a fertőzöttek száma, 1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen, 1173-an pedig meghaltak. Hatósági házi karanténban 24.929-en vannak, Somogy megyében 881 aktív fertőzöttet regisztráltak. A határellenőrzés és a beutazási korlátozás továbbra is érvényben van. Müller Cecília országos tisztifőorvos a Kossuth Rádióban azt mondta, nem szabad belefáradni a járványkeze. Már most érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékokat külföldről, írja a sonline.hu. A Magyar Posta ZRT adatai szerint a távol-keleti országokból érkező csomagok átfutási ideje 6-8, az Európai Unióból rendelteké pedig 1-2 hét lehet. A koronavírus járvány miatt azonban elképzelhető, hogy még ennél is több lesz. Szakemberek úgy vélik, a jelenlegi leárazásokat is már azért hirdetik meg a boltok, hogy a vásárlók apránként minden ajándékot be tudjanak szerezni karácsonyig. Az élbolyban van Siófok a lakásépítésben. A Magyar Nemzet arról ír, hogy ebben az évben annyi ingatlant adtak át, mint az ország másik 7 megyéjében összesen. Ez 4,5-szerese a tavaly ugyanekkor elkészült lakásszámnak, miközben az országos bővülés 34%-os volt. Az új ingatlanok kétharmada többszintes, többlakásos épületben készült el. Itt adták át a legkisebb alapterületű lakásokat. Az átlag 79 négyzetméter, míg országosan jellemzően 97 négyzetméter az új otthonok alapterülete. Negyedik alkalommal rajtol el a hétvégén a Balatonlellei Fussneki Futófesztivál. A vírushelyzetre tekintettel a szervezők 1200 főben maximálták a nevezők létszámát, akik a többi között 800 méteren, 4, 10 és fél és 21 kilométeren teljesíthetnek. Az idén csatlakozik a futókhoz a magyar Forrest Gump Iváncsics Zsolt is, aki most is egy beteg gyermeket tol maga előtt a versenyen. A tavasszal elmaradt futófesztivált pótolják a hétvégén Balatonlellén a Fussneki Futófesztivál szervezői. A létszámot azonban korlátozták egyrészt a kezelhetőség, másrészt a koronavírus járványra való tekintettel. Elsősorban 1000 főt vártunk volna a tavasszal, így, hogy összre került a verseny a járványügyi helyzet miatt, és nagyon sokan szerettek volna még jönni, ezért bővítettük 1200-ra, de most már egészen pontosan 1227-en vagyunk, és még 304-en virtuálisan saját lakókörnyezetükben teljesítik ezt a hétvégi kihívást. A szervezők most is több táv teljesítését kínálják a futóknak egészen a legkisebbektől. A távok eddig megszokottak, az előző évekhez hasonlóan 800 méter futnak a gyermekek, 2 km a kutyabarátok, és a csipes időméréssel 4,5 km, 10,5 és a 25 km-es táv teljesíthető még.
A koronavírus járvány második hulláma azonban a hétvégi verseny útvonalát, megszervezését és biztonsági előírásait is befolyásolta. Több szempontból is befolyásolt ezt az egész hétvégi rendezvényt, hiszen tavasszal még szabad volt az útvonalunk, amit 4 éve futunk. Most is ezt szerettük volna használni, de a kerékpárútfejlesztés közbeszólt, illetve még egy másik rendezvényt szintén ezen a hétvégén pótolnak Balatonbugráron, úgyhogy a Platánstrandra sem tudunk bemenni. Ez miatt folyamatosan alakítani kellett az útvonalunkon. Ezek mellett a résztvevők szempontjából is naponta érkezett e-mail, hogy valaki vagy elkapta ezt a fertőzést, vagy kapcsolatba került olyannal, aki megbetegedett, és emiatt nem tud részt venni az eseményen, és ez a szervezői csapat létszámát is napról napra befolyásolja, úgyhogy több szempontból is okozott nehézséget. Az idei versenyre jelentkezett a magyar Forrest Gump Iváncsics Zsolt is, aki mint mindig most is egy sérült gyermekkel érkezik a futóversenyre. Napokban érkezett egy megkeresés a részéről, hogy szeretne egy izomsorródásban szenvedő beteg kisgyermekkel teljesíteni negyedmaratoni távot, természetesen helyet adtunk neki, és ő is benne van ebbe a létszámban, amit az imént említettem. Hogyha jól tudom, akkor egy szöllős kislaki gyermekkel fogja teljesíteni a távot, és az utolsó pár métert a saját lábán teszi majd meg. A 4. Balatonlellei Fusneki Futófesztivál szombaton reggel rajtol a Szent István térről. A résztvevők egy nyilatkozatot kitöltve lázmérést követően szájmaszkban állhatnak rajthoz. 127 éve nyitották meg a Somogyszob Balaton-Szentgyörgy vasútvonalat. A közel 60 kilométeres szakasz a dél-somogyi településeket kötötte össze a Balatonnal. 2009-ben azonban felfüggesztették a vonalon a személyszállítást. Az érintett települések lakói, önkormányzatai, civil szervezetek és a vasútbarátok emlékvonatozással ünneplik a 127 éves évfordulót. Október 24-én harmadik alkalommal indulnak útnak egy külön vonattal, amelyre október 20-áig lehet jegyet foglalni. A vonat Kelenföldről Balaton-Szentgyörgyön át Böhönyéig, a vonal járható szakaszának végpontjáig és visszaközlekedik majd. Marcaliban és Böhönyén a vasútállomásokon színes programokkal várják a résztvevőket. Az idei alkalom különlegessége, hogy egy M41-es Csörgő Bece névre hallgató mozdony lesz a külön vonat vontatógépe. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet. 4 nap alatt kerülte meg gördeszkával a Balatont Horváth Renátó zenei producer. A kaland több célt is szolgált, egyrészt, hogy megmutassa, hogy 40 év felett is lehet és érdemes sportolni, másrészt, hogy felhívja a figyelmet a zeneipar nehézségeire a koronavírus járvány idején, harmadrészt, hogy népszerűsítse a Balatont. Renátóhoz a 4 nap során hosszabb, rövidebb időszakra csatlakoztak más deszkások is. Én nagyon régóta gördeszkázom, 10 éves korom óta, aztán volt egy hosszabb szünet, kb. 15-20 év, és most egyébként a járvány alatt nagyon sokat elkezdtem gördeszkázni, és iszonyúan jó volt így az üres városban gurulgatni. És aztán csomót voltam a Balatonnál is, és igazából rájöttem, hogy én itt is tudnék elég sokat gurulni, és nagyon tetszett ez az ötlet, hogy igazából megkerüljem a Balatont, és nézzük meg, hogy vajon sikerül-e, hány nap alatt, hogy néz ki ez az egész, mi lesz belőle, és aztán picit így tesztelgettem magam, volt egy pár ilyen 30-40 kilométeres szakasz, amit így lenyomtam pár óra alatt, és akkor láttam, hogy ez igazából biztos fog menni, úgyhogy vágjunk bele, és akkor elkezdtünk. Beszéltem egy-két barátommal erről az egészről, és hát búzdítottak, hogy ebből csináljunk valamilyen projektet, hogy ne csak egy ilyen öncélú sztori legyen, hogy így megkerülöm és kész, hanem akkor valamire esetleg ezt így fel lehetne még ezt a sztorit használni, és mivel én is a zeneiparban dolgozom, zenei producerként, tehát látom, hogy nagyon sok kollégám milyen nehéz helyzetben van, úgyhogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezt felhasználni egy ilyen jótékonysági akció keretében, és a Fábia Júli alapítvánnyal beszéltünk erről, akiket jól ismerek régóta, és tudom, hogy ők általában elég jó helyre, vagy elég jól segítik így a zeneipart és ezt a szénát. Úgyhogy ők is beálltak a projekt mellé, és most az adjukössze.hu-n Fábián Juliék profilja alatt megy a gyűjtés. Úgyhogy ez. És itt tartunk, most már ugye ez a 4. nap, igazából most már ez a záró akkordja az egésznek. Siófokról indultunk, és oda fogunk ma megérkezni. És azért volt egy pár elég húzós szakasz, elég nehéz rész, 3 órás esőben gördeszkázás, vagy a 2-3 óra éjszakában gördeszkázás, úgyhogy azért voltak kemény részek bőven, de szerencsére megúsztuk évből rá.
Ugye a legnehezebben az, hogy egy lábbal hajtasz, úgyhogy és ettől az aszimmetrikus mozgástól elég furán jelgémberedsz, de meg lehet tanulni mindkét lábbal hajtani, és az mondjuk segít rajta, úgyhogy én is ezt próbáltam, hogy fel az emelkedőkön próbáltam a másik lábammal hajtani, és akkor így, amikor egy szét akart robbanni a combom, akkor lehetett cserélni és elnyíteni ezen. Többen kérdezték már, hogy ebből lesz-e valamilyen sorozat, és egyébként én is tervezem, igen, hogy még esetleg a Balaton körül is jobb időben, bár most se volt túl rossz idő, szóval azért most süt a nap, úgyhogy igazából az egész négy napos utunk alatt 2 órát esett az eső, tehát a többiben igazából csodálatosan jó idő volt, úgyhogy nem volt ezzel semmi gond. Úgyhogy próbáljuk ezt valamikor azért mondjuk májusban is megcsinálni, de hát van még egy csomó terület az országban, amit én itt legalábbis személyesen nagyon szeretnék így átgurulni. A Hortobágyon például van egy nagyon jó kis szakasz a Tiszató környékén, tehát hogy egy csomó helyre szeretnék így ellátogatni így ezzel, és ott körbedeszkázni, hogy kicsit kiguruljam magam még, ameddig tudom. Nagyon sokat gördeszkázom minden nap, ha tehetem. Boltba, iskolába így járok. Szóval szerintem ez ment. Bár a harmadik nap már éreztem, hogy nagyon fáj a lábam, de egy-két nyújtás után már sokkal jobb volt, és tudtam haladni. Kell egy valamennyi felkészüléssel, mert én is tényleg minden nap göreszkáztam városból kilométereket, de valamennyi kell, meg sok kitartás, főleg az. Az esőbe is kellett, de nagyon-nagyon szépek voltak a helyek, és már megérte azért is eljönni. Van, aki nagyon támogatta, és meg is volt lepődve, hogy igen, deszkások vannak a Balaton körül. Van, aki értetlenkedve nézte, de többségében pozitívan nézték ezt a dolgot. Főleg reggel nagyon szép volt a kilátás, mert kitisztult volt, és alig voltak emberek, és tényleg az egész Balaton, mintha miénk lett volna. Murci Fesztivál. Finom borok és falatok várták az érdeklődőket a hétvégén Kishegyen. Fuss neki, negyedszer rajtol el a Balatonlellei Futófesztivál. Gördeszkával a Balaton körül 4 nap alatt kerülte meg a Magyar Tengert Horváth Renátó zenei producer. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap már nem kell esőre számítani, de mindjárt mutatjuk a részletes holnapi időjárás jelentést. Este 8:30-kor az aktuálisban pedig Horváth Renátó gördeszkással beszélgetek, aki 4 nap alatt járt végig így a Balaton. Tartsanak velünk 8:30-kor is, illetve holnap este a Híradóban várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!